A sajtótájékoztatón Róth Péter alpolgármester kiemelte, hogy a civil szervezetek fontos partnerei a helyi közszolgáltatások szervezői, az önkormányzati intézmények, a közszolgáltató cégek és állami szervezetek. A közszolgáltatásban dolgozók személyes elköteleződése, támogató hozzáállása nélkül a civil szektor programjai, szolgáltatásai, rendezvényei nehezebben tudnának megvalósulni. Pontosnak érzem, hogy a közösségért dolgozók, a közszférában dolgozóknak legyen pozitív visszajelzésük, civil szervezetek az emberek részéről egy díj, egy elismerés formájában is. Az ő munkájukat meg kell becsülnünk, a társadalomnak meg kell becsülnie, és ez egy lehetőség arra, hogy fehérváriak elmondhassák a véleményüket és javaslatukat tegyenek arra, hogy kik kapják majd ezt a díjat. Az elmúlt időszak jól mutatta, hogy összefogás nélkül nem lehet sikereket elérni. Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem tanszékvezető docense hangsúlyozta, hogy az önkormányzati, a vállalati és a civil szektor egymás nélkül nem működik, és a közalkalmazottaknak fontos visszajelzést jelent a díj. Egy helyi közösség életében rendkívül fontos, hogy a szektorok egymás munkáját hogyan tudják elismerni, hiszen más nézőpontból látják mondjuk a civil szervezetek az önkormányzat a vállalkozások mondjuk a civil szervezeteket, és ez a akció igazából arról szól, hogy a társadalmi szervezeti oldalról a közszféra felé legyen egyfajta gesztus, hiszen nem nagyon tudnak működni a szereplők egymás partnersége támogatása nélkül. Az ötletgazda Németh László visszaidézte a díj megszületésének körülményeit és megerősítette. Az alapítvány a székesfehérvári fogyasztóvédelemért kitart amellett, hogy a civil társadalom ismerje el a közszolgáltatásokban dolgozók civilekért végzett munkáját. Ezért kezdeményezte az alapítvány, hogy elismerő oklevéllel fejezzék ki mindezt. Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetek és a városi önkormányzat nélkül, a közalkalmazottak nélkül nem tudunk működni, hiszen a működés feltételeit ők is biztosítják, segítik a rendezvényeinket, segítenek hozzájutni olyan információkhoz, ami az egyébként nem lehetne, és 6 évvel ezelőtt gondoltam én, hogy kéne egy ilyen díjat alapítani a város önkormányzatával közösen. Az elismerés évente maximum 3 fő részére adományozható. Javaslatot bárki tehet az alapítvány e-mail címén 2022. augusztus 20-áig. Az okleveleket szeptemberben a székesfehérvári civil napon adják át a jutalmazottaknak.